Szekszárd nagy építkezései között 1970-ben a 160 lakásos bérház, a Gerenc szálló és a Sió Zsilip mellett kiemelkedett egy méreteiben impozáns és külső képében újszerű üvegpalota. Az átadás kitűzött napjára, április 2-ára minden elkészült. Igaz, az anekdóták szerint a festők a folyosó egyik végén még vitték ki a létrát, mikor a másikon belépett az avatásra összegyűlt protokoll. Az épület homlokzatán csupa kisbetűvel ez a felirat állt. Babits Mihály művelődési ház. Filmünkkel, ahogy az itt dolgozók mindig is emlegették maguk között, a ház eddigi történetét elevenítjük fel. A későbbiekben betekintünk a jelen Babicsának életébe, figyelemmel kísérjük az épület átalakításának folyamatát is. Most, az első epizódban megszólalnak mindazok, akik az elmúlt években igazgatták a művelődési házat. Az ő gondolataik és emlékeik kapcsán talán a műfház történetével együtt sikerül egyfajta kortörténetet is felvillantani. Sajnos az első igazgató már nincs közöttünk. Dr. Vadas Ferenc emlékét és az indulás körülményeit az akkori szakmai helyettes Szabadi Mihály segítségével idézzük meg. Ő tulajdonképpen olyan feladatot kapott, hogy ma úgy mondanánk, hogy menedzselje ezt a házat. A Feri ezt a feladatot nagyon jól ellátta. Ő nagyon jól tudott kapcsolatot tartani, hogy úgy mondjam, megyei főhatósággal, tanáccsal, pártbizottsággal, mindenkivel nagyon jó kapcsolatot tudott tartani, sőt aztán följebb minisztériumban, és hagyott bennünket dolgozni. A Feriről nagyon nagy tisztelettel tudom elmondani azt, hogy voltak nézeteltéréseink. Ez minden munkahelyen van. Voltak dolgok, amiben nem értettünk egyet. De gyakorlatilag amit mi csináltunk, azt a Feri mindig jóvá hagyta, soha nem kérdőjelezte meg, és természetesen minden dolgot támogatott, amit csak lehetett támogatni. Tehát a Feri meghatározó alakja volt ennek az időszaknak. A városban megindulhatott egy olyan fajta pezsgés, hogy különböző kis csoportok, művészeti csoportok, klubok fejleszthették tovább a tevékenységüket. Az egyik oldal, a másik oldal pedig, ami jelentős volt, hát végre megindulhatott a színház élet Szekszárdon. Gyakorlatilag központi irányelvek alapján dolgoztunk. Na most ezek a központi irányelvek, ezek időnként követtek politikai divatokat, de mindig tartalmaztak valami olyat, amiben az értelmes, előrelátó, népművelő meg tudott kapaszkodni. Az az ember tudott érvényesülni, aki tiszteletbe tartotta ezeket a politikai irányelveket, és ezek mellett azt a tartalmat emelte ki, amit ő hosszú távon hasznosnak tartott. Gyakorlatilag a most nagyon jól működő közösségek abba az időbe alakultak, abba az időbe erősödtek, abba az időbe voltak mecénások, abba az időbe voltak megyei tanácsok, volt egy MESZÖV, és ha neveket kell mondani, volt egy Szoboszlai Jenő például, aki hihetetlen nagy szeretettel, odaadással, odafigyeléssel, rengeteg pénzzel támogatta nem csak a város, hanem elsősorban a megyei közművelődést, a különböző kis csoportok működését. 1976-ban dr. Vadas Ferenc művelődési osztályvezető lett. Ez az az időszak, amikor a megye több pontján új művelődési ház kezdte meg a működését. A Babicsban egy jól felkészült, gyakorlattal rendelkező szakmai gárda dolgozott. Nem volt anyagi bőség, de a kitalált programokhoz mindig lehetett támogatókat találni. A búcsúzó igazgató korábban már hívta helyettesének azt az embert, akit a politikai hatalom végül is a ház élére szánt, dr. Dobos Gyulát.
annyira fel kellett fejleszteni az alapismereti tanfolyamokat, továbbképzőket, átképzéseket, hogy 78-ban már tévé is indított egy sorozat, úgy hívták, hogy a Mindenki iskolája sorozat. Na most ennek a Mindenki iskolájának 10 konzultációs helye volt az országban, eközül az egyik volt a Babits Művelődési Központ. És hadd mondjam el, hogy végül is 2 díjaztak, mégpedig a Debrecenit és a Babicsot, tehát ez mindenképpen dicsőséget hozott ez a sorozat nekünk, és akkor még komoly pénzzel is járt, mert akkor a 500 000 forint az a költségvetést erősen megdobta. Ennek is egy kicsit a következménye lett, hogy egy felnőtt nevelési osztályt alakítottunk ki, amikor már jó néhány kollégát vettünk fel arra, azzal a céllal, hogy a felnőtt nevelésben dolgozzon. Korábban 4 színházbérleti előadássorozat volt, 1976-ban bevezettük az 5. Na most a szűken számolok is, ez körülbelül 3000 felnőtt bérletest jelentett már, és ez eléggé szép szám. Emellett volt 2 ifjúsági bérletünk, ilyen 1300 körül bérletessel, és mellette még ilyen bábszínházi előadások is jöttek. Na most ehhez az kellett, hogy az előadások jók, színvonalasak legyenek. És miután mi tudtunk válogatni, így aztán Szegedtől, Kecskeméten keresztül a Pécsi Nemzeti Színházi Kaposvárig, mindenhonnan csipegettük a legjobbakat. Na most igazából a politika nem szólt bele a Babitsnak a működésébe, és ez nagyon jó volt, kiváló dolgokat tudtunk hozni. Gondoljunk például a hangverseny életre, ilyen, hogy állami hangversenyzenekar Ferencsik Jánossal az élen. Egy évvel később Kobayashi Kenichiroval az élen. Tehát olyan unikumok voltak, amire érdemes volt bejönni. Azaz 500-600 ember, aki oda leült, az valóban nívós előadást láthatott. Én emlékszem, hogy amikor oda kerültem abban az évben, egy különleges unikum volt, a japán állami bábszínház látogatott Magyarországra, és a 2 előadásának az egyikét a Babitsba tartotta, ugye ez volt a PUK állami bábszínház. Vagy ilyen együttesek, mint a Pjatnyiszki együttes, te már fiatalabb vagy, nem biztos, hogy ismered, de a Szovjetunióban a Mojszerv együttes után ez volt a nagy szám, a Pjatnyiszki együttes, és ezt 2 előadásra sikerült megszerezni. Nos, tehát egyszer a színház élet, hangverseny élet az, amit továbbítünk, kibővítettünk, amit viszont kellett csinálnunk, ugye a szocialista brigádmozgalom ebben az időszakban érte a csúcspontját, és a brigádmozgalomnak vállalásai voltak, kulturális vállalások is. Tehát ezen a területen be kellett őket kapcsolnunk, egyrészt színházi bérletekkel, másrészt a különböző klub területen. A Babitsnak rengeteg klubja alakult ki. A különböző lakótelepi klubok azok ebben az időszakban jöttek létre. Tarcsai lakótelepi asszonyklub, azután a Tarcsai lakótelepi ifjúsági klub, Felsővárosi asszonyok klubja, és mellette működtek a hagyományosan bent az intézményben lévők, a fiatal utazó klubja. Ők egyébként Kaiser Pista halála után is jól tudtak működni, és 78-ban már 6. alkalommal lettek a Kis KB-nek az aranykoszoros kitüntetett klubja, ez komoly pénzzel is járt, és hát jó munkát azért feltételezett. 20 felülieknek a klubja, rejtvényfejtők, csúcsidőszak. Nem tudom, mennyire foglalkoztál újságokkal akkor például a Fülesben, és a Tornamegyei Népújságban is a rejtvényeket a mi rejtvényfejtő klubjainknak a tagjai szerkesztették. A 80-as évek elejét írták. Átalakulóban volt az egész magyar művelődés. Az új szakmai törvényben foglalt elképzelés szerint zajlott az a folyamat, mely a népművelésből a közművelődés irányába vitte a szakmát. Még érvényes volt az állami mecenatúra, de már megjelent a szakmában a piaci szükségszerűség. Dr. Dobos Gyula távozása után hónapokig üres volt a vezetői szék. Egy friss szakképesítést szerzett fiatalember számára kihívást jelentett az irányítási feladat. Így került a vezetői székbe Kacián János. Tolna megyét a különböző művelődési házak között felosztották ebben az időszakban, hogy ki a gazdája például a falusi néphagyományok ápolásának, ki a gazdája a munkásművelődésnek, ki a gazdája a felnőtt oktatásnak és a többi. A mi művelődési házunknak tehát mindennel kellett foglalkozni egy kicsit, mert módszertani központként innen kellett ellátni, felkészíteni, továbbképezni és a többi azt az apparátust, amelyik ezzel a megyében foglalkozott. Ami újdonságnak számított ebben az időszakban, a művészegyüttesek, a jelentkező civil szervezetek önállósodása. Ma ilyen távlatból talán még azt is mondanám,
de természetesen az akkori helyzetet akkor elfogadva, tehát hogy félreértés ne legyen, hogy akkor ezek a civil szervezetek és ezek az autonóm törekvések, azok tulajdonképpen egyfajta ideológiai, irányításrendszeri és gazdasági korlátokat feszegették, tehát nyilván keresték a maguk önállósodási lehetőségét. Ezért az intézmény, amiben új volt, az az, hogy rendkívül befogadó intézmény volt minden olyan igény iránt, amely igény a művelődési házban kereste a maga terét és szereplési lehetőségét. A művészi balettől kezdve a képzőművészeteken át, a politikai fórumokig és újságírókkal való találkozásig, és a többi, és a többi. Ennek számtalan formája volt. A társasági élet, a társalgás, a véleménycsere lehetősége nagyon erősödött ebben az időszakban, és a társalgó lett a helyszíne az ilyenfajta közösségi létnek. A másik a nyitás, ami szükséges volt, nem csak szakmailag, meg elméletileg, hanem gyakorlatilag is úgy megtenni, hogy átrendeztük a művelődési ház megközelítési lehetőségét. Szekszárdiak visszaemlékeznek arra, hogy itt volt egy oldalbejárat, ahol később a televízió működött, most a gyermekek háza, és a főbejárat zárva volt. A főbejáraton színházi előadás időszakában lehetett bemenni. Mert a főbejárat mögötti előcsarnokban például dekorációs műhely működött. Az egészet átrendezve kinyitottuk a főbejáratot, információs részleget helyeztünk el, ahol napközben ott egy népművelővel lehetett találkozni, aki megmondta, hogy hol mi történik és milyen kínálata van a háznak, és a ház ezzel, hogy úgy mondjam, nyitottabbá vált a lakosság számára valóságosan is. A 80-as évek közepét írták. Erősen fújdogált már a politikai átalakulás előszele. A politikai hatalom kézben tartói a lovak közé dobták a gyeplőt. Sok mindent lehetett, ebből adódóan mindig akadt olyan kezdeményezés, ami valakinek nem tetszett. Ekkor tűnt fel a színen egy agilis fiatalember, aki nem ismerte a helyi viszonyokat, és nem volt senki embere sem, hiszen nem volt idevalósi. Ez részben előnyt, részben hátrányt jelenthetett Kispál István számára. Az a fajta nagyon szigorú politikai szorítás, ami még mikor ideérkeztem, akkor is nagyon erős, hát óriási botrány volt abban, hogy templomi hangversenyt csináltunk. Ez azért a 80-as évek második felére már oldódott, lazult, azért lehetett fogadni az intézményben, még ha volt is mindig megfelelő számú ügynök a közelbe, akkor azért lehetett egy Kányádi Sándort fogadni egy intézmény. Nehogy is ne egy Mészői Miklós is megjelentett az intézményben, annélkül, hogy fegyelmivel fenyegették volna az igazgatót. Tehát ilyen értemben oldódott, lazult a dolog, egzisztenciálisan sajnos inkább romlott ebbe az időszakban, és ebben a politika egy picit felelős volt, mert a döntéseket nem nagyon vállalták már. Inkább visszahódítottuk egy kicsit. Én úgy tudom, hogy azért az intézménynek a hőskorában, amikor újdonság volt az intézmény, akkor legalább ennyire sűrű volt a színháztermi rendezvény. Azzal a különbség, hogy akkor jobb anyagi feltételek mellett elsősorban kultúrahordozó dolgok jelentek meg. Itt viszont már megjelent a tömegkultúra, megjelentek azok a fizetős rendezvények, amelyeknél az a finnyás kultúra felfogás, hogy kicset, meg magyar nótát, meg ilyesmit nem volt, ezt félre kellett tenni, mert valamiből élni, létezni kellett az intézménynek. Na most ezt a borotva élen táncolást kellett megtanulni. Én azt hiszem, hogy ezt a mai napig folytatja ezt a borotva élen táncolást ez az intézmény. Többnyire azok a kollégák maradtak is a pályán, akik ebben jól és ügyesen lavíroztak. A másik az, hogy a művészeti csoportokat is el kellett vinni egy professzionista irányba. Ez a folyamat folytatódott, be is tetőzött, ma már az együttesekből azok vannak talpon, akik bevétellel rendelkeznek, önálló alapítványi működtetés vagy egyesületi működtetésük van. Tehát nem valamiféle inkubátorként használják ezt az intézményt, hanem valóban fórumuk, de egy önálló létezésnek a fóruma. Én azt hiszem, hogy ez volt talán a legjellemzőbb változás azokhoz az időkhöz képest. A vállalkozási formák, amiket abban az időben elindítottunk, akkor az újszerűségével egy nyomda elindítása
bizonyos rendezvényi formák, ilyen, ma úgy mondanánk, hogy rendezvényirodás működésnek a formái, azóta átvette a vállalkozási szféra. Kispál István távozásakor a ház irányítására több szakmai koncepció hasonló erővel jelent meg. A maga nemében a politikai vezetés számára mindegyik elképzelhető alternatíva volt, ám dönteni nem tudtak a különböző elképzelések és szakmai csoportosulások között. A hatalom átvágta a gordiuszi csomót, és ismét külső embert keresett és talált dr. Sai István személyében. Szakmailag ekkorra indult a Német Színház, ekkorra indult a Városi Televízió, csirájában megvoltak a mentálhigién és szociális munkás kísérletek. Azt lehet mondani, hogy a Babics arra az időszakra, amikor én idejöttem, élő példája volt azoknak a magyar intézményeknek, amelyeknek a klasszikus közművelődési struktúrája teljesen fellazult, és minden olyan humán tevékenység, ami nem volt még kikristályosodva, nem volt mögötte legalábbis Magyarországon igazi szakmai háttér, az lappangó módon, vagy sokszor nagyon élesen ezekben az intézményekben ütötte föl a fejét. A Babicsról ellent mondani, hogy bármilyen kísérlet volt az ország másik részén, nyitott ház kísérlet, a média kísérletek, a kluboknak, szakköröknek az egyesületi irányba való elvitele, a Babics mindegyikben élen járt. Tehát nem volt olyan országos közművelődési intézményi keretek között zajló szakmai újítás, amiben a Babics ne próbálta volna ki magát. Megvolt rá lehetőség, hiszen 72-en voltunk, amikor az intézményt én átvettem. Igaz, hogy csak 24-en, amikor eljöttem az intézményből. Tehát bármilyen ötlet felütötte a fejét, lehetett éppen szabad kapacitású embert találni arra, hogy megoldja. Nagyon tisztességes infrastruktúrális háttér volt, akkor ugyan keseregtünk, keveseltük, állandóan újítani akartunk. Mostanról visszanézve azt lehet mondani, hogy ez a 87 és 91-92 közötti időszak, ez a Babicsnak egyféleképpen egy ilyen öngerjesztő, önfejlesztő időszaka volt. Nem az én érdemem, hanem a sajátos történelmi koré. Lezajlott a rendszerváltás, jöhetett az igazgató csere. A kialakult struktúrában a Babics szerepe is megváltozott. Elsősorban a városra kellett koncentrálnia. Az intézmény egy lett a megye művelődési házai között. A szakmai tudás és a kapcsolatrendszer mégis központi szervezőerőként tartotta meg a házat. A megüresedett vezetői posztra az akkor már sok éves vezetői és szakmai tapasztalattal bíró Bonfig Ágnes került. A 80-as évek vége felé a Babicsban kiadatott az a jelszó, hogy arccal a város felé, és a megyei tevékenységünk súlypontja a városi tevékenységre helyeződött át. Ez tulajdonképpen nem is volt nehéz, hiszen mindig is megvolt az intézménynek a szoros kapcsolata a város lakosságával. Különösen voltak területek, ahol nagyon szoros kapcsolat volt, ilyen volt például a színház és hangverseny élet, vagy a kis közösségek, tehát a klubok, szakkörök, tanfolyamok, amik dominánsan a városi lakosság igényei alapján jöttek létre és működtek. Másképp kellett felfognunk a munkánkat, és megváltozott a hozzáállásunk annyiban, hogy nem tudtunk olyan nagyvonalúan eljárni, szükségünk volt a lakosság forintjaira is, ahhoz, hogy az egyes programokat meg tudjuk valósítani. Az, hogy végül is talpon tudott maradni az intézmény, hiszen
azon kevés művelődési házak egyike egyébként a Babits Mihály művelődési ház, amelyik a rendszerváltást abban az értelemben túlélte, hogy mint intézmény talpon tudott maradni, és gazdaságilag is talpon tudott maradni. Tehát sosem volt fizetésképtelen, mindig is gazdaságilag meg tudta tartani a pozícióit. Ezt elsősorban úgy tudtuk megoldani, hogy olyan programjaink voltak, amire a lakosság bejött, és nem csak hogy bejött, hanem hajlandó volt érte fizetni is. Elindultunk a mentálhigiéné felé. Ha arra gondolok, hogy a mentálhigiénés műhely, vagy a most működő újra dolgozom program, az valamikor a 80-as évek végén, 90-es évek elején a Babitsból indult, akkor azt gondolom, hogy utólag is jó döntés volt annak idején, hogy a megfelelő támogatást megadtuk a tevékenységnek. A Babits megtalált, tehát a Babitsban dolgozok, és maga az intézmény is itt, és különösen így látom ezt már ma, akkor megtalálta azt az utat együtt és közösen, ami akkor odáig vezetett, hogy a Babits ma is talpon áll. Én úgy látom, ma is egy erős intézmény, jelentős lakossági kapcsolatai vannak, és azt érzékelem, amikor itthon vagyok, hogy az emberek változatlanul szeretik a Babitsot. Azt gondolom, hogy ennél szeretik és járnak a Babitsba. Én azt gondolom, hogy ennél többet egy kulturális intézmény ma Magyarországon nem nagyon tudhat magáénak. 1993 nyarát írtuk, amikor Bonfig Ágnes bejelentette, nem pályázza meg újra a ház vezetői posztját. A fenntartó belső szakembert keresett, és miután a dolgozók jelentős hányada egy ugyanazon személyre voksolt, kezdetét vehette a Babits fennállásának leghosszabb, 9 esztendős igazgatói korszaka Halmai Gábor névezetésével. Az időszak két kulcsszava az állandóság és a változás volt. A színház, amely mindig is meghatározója volt a ház életének, most is meghatározója maradt, természetesen Pék Marikával együtt. Én, amit hozzátettem, és ez a későbbiekre is azt hiszem, hogy nagyon jellemző a tevékenységemben, hogy megpróbáltam őt erősíteni, bátorítani, olyan új kezdeményezésekben mellé állni, mint hogy a pódiumbérlet sorozat újra elinduljon, hogy legyen mozaik klub, hogy amikor az egyes csoportok elkezdtek önálló darabokat létrehozni, a Tücsök Klub, a Bartina Néptánc Egyesület, az Art Kontakt Mozgás Színház, hogy bár ezeknek nem volt akkor még igazán várhatóan nagy nézőközönsége, de ezeket az újításokat próbáljuk meg, és ha szakmailag jók, akkor tartsuk is meg őket. És azt hiszem, hogy ha a tevékenységi körök között mozgunk, akkor én ugyanilyen fontosnak tartom az, hogy a Népfőiskola Buher Flórival és Csikós Marikával elindult és a mai napig él, hogy a mentálhigiéné Dér Zsuzsával, Pék Marikával megerősödött és országos konferenciákat vonzott ide a területre, hogy kitaláltuk, hogy miután fontos az együttdolgozás a csoportjainkkal, hogy évente velük közös farsangot ülünk, amikor is azok az érdekellentétek, amelyek elsősorban a terek szűkössége és a szűkös anyagiak miatt alakultak volna ki, hogy ezek jól megférjenek egymás mellett. Úgy is fogalmaznék, és erre nagyon büszke vagyok, hogy a kis csoportjaink nem csak, hogy tovább éltek, nem csak, hogy gyarapodtak számban, hanem akkora teljesítményeket tettek le, ami ritka. Az, hogy a Jazz Quartet kialakította azt a stúdiót, ahol minőségi hangfelvételek vannak, hogy a Bartina Tánc Együttes a zeneiskolai átalakulással is, melynek részese voltam, meg tudta tartani a fantasztikusan magas minőséget, és a ház életében nagyon sok új szint hozott, és sok rendezvényt vállalt át tőlünk. Hogy a hobbi kiállítás oldalán a Buher Flóri egy másik területet is meg tudott tartani, erősíteni, hogy a kézművesség új lendületet kapott ez alatt az idő alatt. Ezt talán úgy fogalmaznám össze, hogy legfontosabb feladatomnak tartottam az értékeket megtartani, az újakat befogadni és ugyanakkor újakat létrehozni. Az évezredváltást politikai hatalomváltás követte, és ez vezetőcserét jelentett. Az új hatalomnak szüksége volt a jó szakemberekre, így Halmai Gáborné a parlamentben folytatta a munkáját.
A Babits szó szerint teljes átalakulás, mi több átépítés előtt állt. A megfelelő ember a feladatok levezénylésére Matókné Kapási Julianna személyében találtatott meg, aki hosszú évtizedek óta elválaszthatatlanul összenőtt a házzal és a várossal. Mindez azonban már a jelen története és egy új film témája.